Az idei télen immár a 11. alkalommal rendezték meg a bajnokságot, melyben ezúttal több változás is volt. A címvédő szekszárdi totyogókacsák csapata most nem nevezett, valamint a tolnaiak is távol maradtak a sorozattól. Ezzel pedig megnyílt az út a bajai csapatok előtt, hogy itthon tartsák az aranyérmet. Az alsó és felsőház küzdelmei heteken át zajlottak a szigeten, majd az elmúlt hétvégén egy hatos döntő zárta le a pontvadászatot. Ugye itt az utánpótlást, ahogy az elmúlt években azért nevelgettük, most már lassacskán kijön az a korosztály is, akikre úgy gondolom, hogy lehet alapozni ezt a jövő amatőr bajnokságát is. Úgy gondolom, hogy lesz velük problémánk, ugye az idei évben itt a bajai jégtörők csapata győzedelmeskedett, ebbe csapatban többek között én is szerepeltem, viszont itt a feltörekvő a bajai jéglovagok, akik hát eddig igazából az Egyesület színai alatt versenyeztek, ez volt az első önálló évük. Oda is rakták magukat szépen, egy nagyon kemény döntőt játszottunk velük. A finálét végül 7-6-ra nyerte a jégtörők csapata a jéglovagok ellen. A bronzmérkőzésen a bajai harcsák szintén nagy csatában múlták felül a gemenci sólymokat. A bajnoki döntő után pedig most hétvégén már egy 8 csapatos amatőr tornát rendeznek Baján, ahol több vidéki gárda is jégre lép. Bajáról ugye 2 csapatot raktunk össze az itteni amatőrökből. Az első az a bajai harcsák, a másik pedig a bajai jéglovagok, ugye itt próbálunk egy kicsit tisztelegni a fiatalok előtt, és összeálltunk velük ugye egy csapatba. A harcsák, mint öreg játékosok, úgy voltunk vele, hogy akkor igen, az lesz a másik csapat, független az idei jégtörős győzelemtől. Vidékről pedig úgy néz ki, hogy érkezni fog 2 darab szegedi csapat, egy dunaújvárosi, egy székesfehérvári, egy szekszárdi és egy szabadkai. Tehát igaz, hogy halkan, de megegyezhetem azt is, hogy nemzetközi tornáról beszélgetünk. A torna szombaton délelőtt 8:30-kor kezdődik, és egészen este 7 óráig tart majd. Aki a hangulatos jégkorongot szereti, annak érdemes lesz ellátogatnia a szigetre.